köszöntelek benneteket, és benne még egy üzenet, ezt mindenképpen át akarom adni nektek, már, mert, mert tudjátok, mint a szülő azt, mondja, van egy pont, ahol már nagyon szülni akar. Én most ugyanígy vagyok, van egy pont, ahol már, már nagyon kikívánkozik mindaz, amit Isten szelleme tanított nekem az elmúlt napokban, és ezért halladj velem együtt, jó? És köszöntjük azokat, akik online vagytok velünk, Magyarországról, határon túlról, Isten áldjon meg benneteket, hadd köszöntsem különén Nyugat-Európában élőket, legyetek áldottak. É, hogy is kezdjem? A betűnél, jó? É, és az omegánál végzünk. É, tudjátok, az életünkben vannak csendes időszakok, békés időszakok, nyugodt időszakok, és ezek nagyon jók. De van, amikor váratlanul egy másfajta sebességre kell kapcsolni, és harcos időszakok jönnek. És milyen gyorsan meg tud ez változni, csak jön egy hír az orvostól, hogy rákot diagnosztizáltak, és már is muszáj a harctére kimenni. Vagy ez történt, az történt, amaz történt a gyerekkel, a családban, itt-ott, amott, és ilyenkor egy más üzemmódba kell kapcsolni. Ez pedig a harcos üzemmód. Nem tudom, ismeritek-e ezt? Fontos, hogy megtanuljuk ezt az üzemmódot, mert amikor harcolni kell, akkor oda kell állni a frontvonalra az Úr Jézus Krisztus nevében, és nem fizikai harcról beszélek, hanem amikor szembe kell állni azokkal az ördögi lopásokkal, amelyeket aktiválni akar az ember életében. A múlt alkalommal beszéltünk, az uralomra teremtett ember Krisztusban az utolsó szakasz ugye arról szólt, hogy uralom a démonok felett. Az előtt beszéltünk uralom önmagunk felett, uralom a bűn felett, és több e, igéhirdetésben átnéztük ezt a témát, hogy mi a mennyei atyánkhoz hasonlóan uralomra teremtett lények vagyunk. És e, a múlt alkalommal ez egy nagyon fontos, bibliai szemléletmód, hogy Krisztusban hogyan leszünk uralkodó lényé a démonok felett, és hogyan kell uralmunk alá hajtani. Ma pedig arról szeretnék nektek beszélni ezt a gondolatmenetet folytatva, hogy milyen eszköz kaptunk az Isten igéje alapján, hogy a démonokat az uralmunk alá hajtsuk. Azokat a démonokat, akik meglopnak, akik ellopják az egészséget, szétrombolják a kapcsolatot, azokat a démonokat, amik különféle károkat okoznak, anyagi vesztességeket okoznak, akadályozzák az Isten áldásának a kibontakozását. Amikor ezek ott vannak, akkor meg kell tanulnunk az Isten igéje szerint az uralmunk alá hajtani ezeket a démonokat, és Ezáltal fölszabadul az Istennek a kegyelme, áldása, gyógyító hatalma, helyreállító kegyelme az embereknek az életében. És erre a legerőteljesebb eszköz, ami van, ez pedig a bőtölés. És a Szent Szellem egy, egy teljesen új aspektus mutatott be nekem ezzel kapcsolatba, és ezt szeretném nektek átadni. Hogy amikor eljön a harcnak az ideje az életedben, akkor oda kell állni a frontvonalra. És a harci eszközök, ezek szellemi eszközök, bibliai eszközök, amik meg tudják fordítani a dolgokat. És a harc az jön. Ugye ma már imádkoztunk valakiért, aki, akinek a áldott állapotba került, és már is jött a diagnózis, hogy ilyen és olyan tüneteket produkál. El, azonnal el kell vettetni. Harctér. Oda kell állni a frontvonalra. Vagy valaki csak a fülembe suktam, apukámnak rákodiaznosztizáltak. diagnosztizáltak. tér! Oda kell állni a frontvonalra. Vagy valaki beszél arról, hogy egy olyan hullám megy ma Magyarországon, hogy a tinédzserek tömegével öncsonkítják magukat, vagdossák magukat, mindenféle furcsa dolgot csinálnak. Ez egy démoni hullám, ami végigvonul a tinédzsereken harc tér. Oda kell állni az Úr Jézus Krisztus nevében, mert ezeket a problémákat csak a hittel, szent szellemmel teljes, és a Jézus nevének az erejét ismerő ember tudja megváltoztatni. És ebben a legerőteljesebb eszközünk a bőjt. A bőjtről sokféle kép van az emberekben. A bőjt az nem valami misztikus, nehezen érthető dolog. A bőjt az nem egy érdemszerző cselekedet az Istennél. A bőjt az egy nagyon erőteljes, szellemi fegyver, aminek két célja van, hogy közelebb kerüljön az ember az Istenhez, halló, látó távolságba kerüljön, átvegyen dolgokat Istentől, és a másik célja, hogy lerombolja vele az ördögnek a munkáját. Hogy, hogy kerül kapcsolatba a bőjt az ördög munkáinak a lerombolásáról? Ma különösen ezt az aspektusát szeretném nektek bemutatni, mert a bőjt a legerősebb szellemi fegyverünk arra, hogy az ördög munkái le legyenek rombolva. És különösen a testületi bőjt, amikor ketten hárman, és mikor egy egész közösséget gyülekezett több száz ember együtt bőjtől, az egy atombomba a láthatatlan világban és a legerősebb ördögi felépítményeket is le tudja rombolni, tönkre tudja tenni, megtöri a démoni befolyásokat, föl szabadítja Isten áldásait az életünkben. Na nézzük gyorsan Isten igéjét, mielőtt teljesen gyakorlati megközelítést szeretnék bemutatni nektek. 2 Korintus 10.4.6 egy rövid bibliai áttekintést. Azt mondja Pál, mert ha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk testben élünk, de nem test szerint harcolunk. Kiabálva, erővel, fizikai hatalommal, meg ilyesmi, ez a testi harc. Nem, hanem szellem szerint harcolunk. Azt mondja, a mi hadakozásaink fegyverei nem testiek, hanem erősek, erősségek lerombolására. A bőjt, az micsoda? Az nem egy testi fegyver, hanem egy Isten szerinti fegyver, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, minden magaslatot, ugye ezek gondolati, amelyek Isten ismerete ellen emeltek, fogjul ejtünk minden gondolatot, ugye ezek hadászati szakszavak, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak, és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihely teljes lesz a ti engedelmességetek. Tehát a bőjt az egy szellemi eszköz, az életünkbe az egy a hadakozásunkhoz adatott szellemi eszköz, hogy amikor harcos időszakokba kerülünk, akarva akaratlanul, mert hadüzenetek érnek bennünket különféle rossz híreken keresztül, és rá kényszerülünk, hogy harcba menjünk. Ha ilyenkor az ember nem harcol, akkor meg lesz lopva, akkor a betegség uralmat vesz, akkor a, a negatív dolgok megerősödnek, fölszabadulnak, de ha ilyenkor harcba állunk, akkor a betegségből gyógyulás lesz, az lopás helyett mennyei áldás, bizonságok lesznek, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy egy új fokozatba tudjon az ember kapcsolni. Tehát a bőjt kétirányúba működő szellemi eszköz. Erről Pálapostól, vagy illetve Jakabapostól nagyon jó beszél, a negyedik rész hetedik versben. De ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát a bőjt az, az két eszköz, segíti nekünk, segít nekünk abban, hogy megértsük az Isten beszédét, az arra a helyzetre vonatkozó akaratát, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, hogy tudjunk engedelmeskedni neki. Ez a bőjtnek az egyik oldala. A másik oldala pedig a bőtölésünkben azt mondja, álljatok ellene, magyarul ez azt jelenti, hogy szembe helyezkedjetek, szembe az ellenséggel, ezzel a láthatatlan ördögi ellenséggel, és elfut, illetve elmenekül, távol tartja magát tőletek. Tehát a bőjtnek ez a két iránya van, és így folytatja. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik hozzátok. Tisztítsátok meg ti kezeteket, ti bűnösök, szenteljétek meg ti, a ti szíveteket, ti kétszívűek. Tehát a bőjtben mit csinálunk? Közeledünk az Istenhez, közeledünk. Miért fontos közeledni az Istenhez? Mert Isten ugyanolyan, mint a fém meg a mágnes. Ha ilyen messze van, semmi hatás. De mikor már ilyen, ilyen közel van, egy láthatatlan erő már elkezd működni. És összekapcsolja a kettőt. Ezért kell közelednünk Istenhez, mert a világnak a sodrása mindig el akar távolítani bennünket Istentől. És a bőjt egy nagyon erőteljes eszköz, hogy közeledj Istenhez, és ő is közeledni fog hozzád. És hogy kell bőtölni? Tisztítsátok meg a kezeteket. Tehát, hogy egy megtisztult, megtisztított élettel. És utána így folytatja, így folytatja, gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok. Na ez a kifejezés az őszövetségben elég ritka, ez egy jó szövetségi kifejezés. Ezt akkor tették, mikor bőjtöltek Gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Tehát itt a bőtről beszél, hogy a bőt az közeledés az Istenhez, azért, hogy tudjunk neki engedelmeskedni, és a bőtben ellenállunk az ördögnek, szembe helyezkedünk vele, és mikor betegséget, betegséggel küzd valaki, és egészségügyi problémával, akkor ellenáll ennek a betegségnek, nem fogadja el, és parancsol a Jézus nevében, és uralmat és hatalmat veszünk e fölött. És tehát ezért a bőtölés két irányú, az Istenhez való közeledés és az ördög munkáinak a lerombolása. És ezért mondja Jézus a Máté 6.8-ban, hogy ne az emberek lássák a bőtölésedet, ez nem az emberek miatt van, hanem az atya miatt. A te atyád, aki meg fog neked fizetni nyíltan. A bőt az mit vált ki Istentől? A bőt következménye, hogy az atya adni akar neked valamit. És épp a szükség szerint fog adni, hogy ő adni akar, és az ada, a bőjt az titokban történik, az atyának az adása az mindenki előtt látható, nyíltan történik. És, és, ezért fontos, hogy ilyen módon gyakoroljuk a bőtöt, hogy ez kétirányú dolog legyen, Istenhez való közeledésünk, illetve az ördög munkáinak a lerombolása. A jövő heti egyhetes bőtünk, aki ebbe akar önkéntes módon tud részt venni, akár egy egész héten, akár csak részlegesen, akinek kevés tartaléka van, az óvatosabban bőtöljön, aki bőven rendelkezik tartalékokkal, az nyugodtan a teljes hetet végig tudja bőjtölni, tehát legyen ebbe bölcsességünk. De a jövő heti bőjtnek a, a hangsúlya most azon lesz, hogy az ördög munkáinak a lerombolása. Az ördög munkáinak a lerombolása. Mert érzékeljük azt, hogy nagyon sok egészségügyi kihívás van, nagyon sok olyan történés van a tinik életében, ami egyértelműen szellemi eredetű probléma, a gyerekek életében, sok olyan dolog történik, amit csak bőjtel lehet lekezelni. És figyeljétek meg, mit mond itt az ige. Péterrel kapcsolatban. Lukács 22. 31, 33. Ez az egyik legfontosabb ige. Simon, Simon, mondja Jézus Péternek. Imé, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De, itt jön a fordulat. Eddig ezt csinálja az ördög. De én imádkoztam érted. Ha én nem imádkoztam volna érted, akkor a sztorinak egészen más a végeredménye. De én imádkoztam érted, mondja Jézus, és ez lesz a mi jövő heti feladatunk, a de utáni szakasz. Hogy de mi böjtölünk és imádkozunk. Ez a sátán kikért titeket, egy picit szeretnék erről beszélni. Ez nem egy olyan szó az eredeti nyelvben, mint a iskolából kikérjük a gyereket. Ez egy hétköznapi semleges dolog. Itt ez a szó, ez egy nagyon radikális kifejezés a bibliai eredeti nyelvében a görögben. Ez azt jelenti, hogy a rabszolgát kikéri kínvallatásra. Tehát ez egy nagyon csúnya, ördögi dolog, ami azt jelenti, hogy a láthatatlan világban vannak emberek, akiket az ördög kikér magának. És azt mondja, hogy ő az enyém. Van, amikor családokba van egy-két-három-négy gyerek, és az egyiket ki akarja kérni magának. Van, amikor már a születése előtt kikéri magának. Az ördög. És már diagnosztizálnak mindenféle zavart a gyereknél, még meg se született. Azt mondja, kikért titeket? Tudjátok, itt szeret különösen kikérni? Akikkel Istennek különleges terve van? Azokra az ördög is ráhajt. És meg akarja gyötörni. Ki akarja kérni? És ott van egy, két, három, négy gyerek, mindegyik ugyanazt a nevelést kapja, mindegyik ugyanúgy van szeretve, és az egyik. Nek állandó gondjai vannak, mert kikérte őt az ördög. Ezt nem lehet emberileg kezelni. A pszichológus ezt nem tudja megoldani. Ezt egyetlen egy dolog tudja lekezelni, amikor a, a frontra kiállunk és a Jézus nevébe ellene megyünk bőjtel imával ezeknek a gonosz szellemeknek. És egyszer csak megfordul minden. Ezt nem lehet másképp kezelni hány ilyen embert láttam, aki ki lett kérve. Már az édesanyja méhében már zavar volt körülötte, mert a démonok már ott ügyködtek a dolgon. Utána ki lett kérve, a megszületése körül már komplikációk voltak. Utána ki lett kérve, mindig valami betegség, probléma, baleset, különleges dolog történt, mert ki lett kérve. És az a helyzet, hogy az ördög ezt nem kérdezi meg tőlünk. Nem kér tőled meg a családfőtől engedélyt, hogy ő ezt megtegye. Hanem ő jogtalan, ő tolvaj. A tolvaj az sosem legális körülmények között működik. Az mindig illegális körülmények között működik. A tolvaj azt leszi, hogy hol van egy lehetőség, ahol ő lophat. És ez az ördögi kikérés Péternél is megjelent. Van, amikor egy egész életet kér ki az ördög, van, amikor csak egy-egy időszakot kér ki. Péternél egy időszakot kért ki. Amikor Jézus halála volt, olyan erős ördögi nyomás alá került, hogy az a Péter, aki még, mi kész vagyok érted meghalni, kilépett a vízre, minden teljes szívvel, lendülettel tett, ez a Péter átkozódott. Átkozódott, érted? Ez a Péter olyan dolgokat csinált, ami, ami csak az ember néz, hogy ez ugyanaz az ember, mert olyan ördögi, nyomás alá került, amikor az ördög kikér valakit, a célja mindig az, hogy az isteni vágányról egy ördögi vágányra terelje az életét. És sajnos sokaknál sikerül. Tudod, miért tud sikerülni? Mert nem volt, aki imádkozzon érte. Mert amikor imádkoznak, a démonoknak a talaj alattuk fölforrósodik. És tudod, a legyek is csak a hideg kájhára szállnak. De amit tűzelteli kájhára sose szállnak rá. És, és mikor imádkozik, a démonok megbénulnak. Elerőtlenednek. Elmenekülnek. Amikor bőjtölnek, akkor nem is tudnak menekülni, hanem ki lesznek dobva teljes gőzzel, és semmi lehetőségük nincsen. Kikéri a sátán az embert, és elkezdi gyötörni. És abból tudjuk, hogy még a legerősebb Simon se tudott megállni ebben az időszakban Péter. Ő volt a legdinamikusabb tanítvány. Ő is össze beszélt. U, olyan félelem jött rá. Átkozódott, megtagadta Jézust, mert olyan ördögi nyomás alá került, mikor ki lehet kérve? Kedves szülők, lehet, hogy szembe kell néznetek időnként azzal, hogy a gyerekeitek közül egyet kikér az ördög. És elkezd másképp viselkedni. És nincs oka. A dolgok megváltozásának. És ez nem a szülő felelőssége. És ne is engedj be vádlást magadra ebből adódóan, hanem tudjad, hogy oda kell állni a de mögötti területre. De én imádkoztam érted. És ez fogja megváltoztatni a dolgot. De abból látjuk, hogy milyen erős volt ez a kikérés, azt mondja Jézus is, azért majd, ha megtérsz. Tehát a kikérés az ördögi nyomás alatt azért megcsúszott Péter is, igen alaposan. De az úr fölhasználta ezt az ő javára, ilyenkor, ilyenkor tudja kimunkálni az alázatot, és megcsúszott, de majd megtérsz, és erősített testvéreidet. Mi történt? Van egy isteni terv, jön egy sátáni kikérés kínvallatásra, gyötrésre, el akarja rabolni ebből az isteni mederből egy ördögi sínpárra, akarja tenni az ember életét, és ez sikerülni is szokott, ha nincs, aki imádkozzon. De ha imádkoznak, akkor bár ez a kikérési időszak megráz mindent, belecsúszhatnak bűnökbe, negatív dolgok tudnak történni, de idővel meg fogsz térni, Visszakerülsz az isteni vágányra, és a sátán kikérése után 40 nappal Péter olyan hatalommal prédikált, hogy 3000 ember megtért. Nem tudta kibillenteni az isteni vágányról. De történt valami. De én imádkoztam érted. Jövő héten ez a feladatunk. Én imádkoztam érted. Én ott álltam az Isten előtt, és ellenálltam. Én ott álltam, és megkötöttem. Én ott álltam, és uralkodtam e fölött, a helyzet fölött. És nem adtam át. Mert beszél erről a Biblia, a sátánnak. Azt mondja, hogy nem adom át. Nem adom át. Nem adom át. Hanem uralmam alá hajtom ezt. És ez egy valóságos dolog. Tudjátok, hány emberi sors másképp alakult volna, ha lett volna imádkozó azért a személyért? Hány aranyos kisgyerek teljesen más irányba ment el, mert a sátán kikérte őt? És milyen értéke van a mamák, a papák imájának, a szülők, az édesanyák, édesapák, testvérek, imájának bőjtének, mert a sors formáló eseményeket hoz be. De én imádkoztam. Fogsz velem imádkozni jövő Amen. Imádkoztam. Hétfőn este öttől a szolgálókkal. Szerdán este hattól mindenki, aki itt lesz. Péntek este hattól mindenki, aki ott lesz. Péntek hajnalimán, Emánuel testvér, Beizítja az imának a motorjait, mert én imádkoztam. És ezek az imák sorsfordítóak lesznek. És ma a dobozt meg fogjuk tölteni. Csak olyan kérésekkel, ahol az ördögnek a munkáit látjuk. Akár embereknek a neveit írjátok be, akár olyan kötelékek, olyan ördög erősségek, ami fölött nem tudtunk hatalmat venni eddig. Tedd bele. És egész héten imádkozni fogunk, és bőjtölni fogunk, és meg fog fordulni a helyzet. Meg fog fordulni a helyzet. Mert én emlékszem arra, most a házasság wellness miatt nincs itt gáspár, házaspár. Mikor a Zsolti megtért a feleség elmese, a maga kedves, dinamikus habitusával, nagyon ellenálló volt, mert tele volt okult mindenféle gondolatokkal. De akkor mondom, Zsolti most bőtölünk. igaz, hogy rosszul kezdtük, mert a cukrászdába találkoztunk a bőjt alatt, és onnan azért sokféle impulzus jött a pult mögül, de csak egy ásványvizet ittunk. De mikor három napot bőjtöltünk, a negyedik nap a felesége megtért. Le lett rombolva az összes ördögi magaslat. És emlékszem, hogy ott benne a kocsimba, ott ültünk és imádkoztunk érte, és megtért, pedig három-négy nappal ezelőtt totál más volt a helyzet de te, én imádkoztam érte. Én bőtöltem érte. Utána azért bepótoltuk Zsoltival, elmentünk egy cukiba is. Szabad utat adtunk a dolgoknak. Tudod, mikor én imádkoztam érte, az megváltoztatja az emberi sorsokat. A testületi közös akarat közös bőjtnek óriási ereje van. Óriási ereje van. És bárhol olvasok a Bibliában a bőtről. Képzeld el, az összes leírást átnéztem, 80 ában mindenhol arról beszél, hogy a gonoszt legyőzi. Tehát, hogy a gonoszt legyőzni közelistenhez, és a bőt által legyőzni a gonoszt. Nézzük meg, hogy hogyan. A Joel 2 egy démoni rajzást ír le. Ez az, amiről már mostanában többet beszéltem, a démoni rajzásra. Nézzétek, hogy hogy néz ki egy démoni rajzás. A jelenésekben sok helyen van a Bibliában. Amikor ilyen démoni rajzás van a láthatatlan világba, az embervilágba, akkor járvány van. Akkor különféle öngyilkossági hullámok vannak. Akkor különféle ördögi rossz dolgok történnek az embervilágba. Mikor ilyen démoni rajzás van a láthatatlan világba? Vagy, vagy bűncselekmények történnek. Tehát gonosz, ördögi dolgok. És mikor bőjtölünk, ezek a démoni rajzások megszűnnek. Elerőtlenednek, elgyengülnek, és nem tudják a gonosz cselekedeteiket végrehajtani. Na így néz ki egy démoni rajzás. Sötétség és homály napja. Ugye, mert a sötétség eltakarja a világosságot. A felhő és a ború napja mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Milyen gyönyörű, szép beszéd. Csak a szellemi emberek értik ezt a beszédet. Nagy és hatalmas nép jön, amely nem volt kezdettől fogva soha, nem lesz többé ezután nemzedékről nemzedékre. Amikor ilyen homályos leírások vannak, ott szellemi dolgokról beszél a Biblia. Ez nem egy nép, ez egy démoni rajzás. Nézd meg, mit ír róla. Előtte tűzemészt, utána láng lobog. Előtte olyan az ország, mint az édenkertje, utána pedig kietlen és pusztaságna. ez a démoni rajzás gyümölcse. Előtte az emberi élet olyan, mint az édenkertje, de miután ez a démoni rajzás végigvonul, olyan lesz, mint egy puszta. Isten mindig a leg ezt csinálja, pusztából oázist, az ördög ezt csinálja, oázisból pusztát. Érted? Az ördög oázisból pusztát, Isten mikor cselekszik, a Jézus nevében pusztából oázist. És ez fantasztikus dolog. És itt látjuk, azt mondja, előtte olyan volt az ország, mint az édenkertje, utána pedig kietlen lett, mint a pusztaság. Senki sem menekülhet meg előle. Figyeld meg, ez a démoni rajzás. Olyan az alakjuk, mint a lovaké. Úgy száguldoznak, mint a lovak, lovasok. Ezek mítikus démoni szellemi lények. Amikor a hegyek tetején szökelnek, olyan a hangjuk, mint a hadi szekerek robognának. Vagy mintha a tarlót égető tűz ropogna. Nálad van már ez a hang? Mikor a tarló ég aktívan? Azt mondja, ilyenek, mikor a démoni hordák elvonulnak. Olyanok, mint az ütközetre kész hatalmas hatalma sereg. Megrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad száguldoznak, mint az erősek, fölmásznak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján hallad, nem tér le ösvényeikről. Tehát ezek szervezett démoni erők, nem akadályozzák egymást, mindegyik a maga útján hallad, neki rontanak a fegyvernek, nem lehet megállítani őket. Betörnek a városokba, futkároznak a kőfalon, bemásznak a házakba, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és a hold elsötétedik, a csillagok is elvesztik fényüket. És megzendül az Úr szava a serege előtt, mert igen nagy az ő tábora, hatalmas az ő rendeletének végrehajtaja, bizony nagy az Úr napja, igen rettenetes kiállhat meg. Tehát olvastunk a démoni hordákról, ezt most Végig lehetne ellemezni, nem tesszük meg. De ezek azok az állat, ember, mítikus lényeknek egy olyan keveréke, amit itt a Földön nem ismerünk. Ezek azok a démoni hordák. Amikor végigvonulnak, az oázisból puszta lesz. Akkor, akkor az egészséges emberekből beteg emberek lesznek. És mindenféle károkat okoznak. De akkor megzendül az Úr szava, mert az Úrnak is van egy serege. Három szereplő van ebben a részben. A démoni hordák, Isten maga és az ember. És ebben az időszakban mi az embernek a feladata? Mikor ezek a démoni hordák elvonulnak. Így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetekből, bőjtöléssel, sírással és gyászolással. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz a istenetekhez. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezeteket, hívjátok össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyerekeket, a csecsopókat, jöjjön ki szobájából a vőlegény és kamrájából a menyasszony. A templom csarnok és az oltár között sírjanak a papok, és kiáltsák, légy uram népethez. Amikor démoni hordák mennek, az úr felszólítja az embereket. Mit csináljanak? Böjtöt hirdessetek! Mert az egyedüli eszköz ez ellen, a démoni hordák ellen. A böjt. Hogy mondta Jézus? De én imádkoztam érted. Én imádkoztam érted. És ezt ez tudja megfordítani. És ha nincs böjt, nincs ima, az oázisból puszta lesz. Az egészséges emberből beteg ember. A normális gyerekből áldott gyerekből egy rossz gyerek lesz. Mindenféle tünettel együtt. A bőt, azt mondja, tartsatok bőtöt, mondja Joel próféta, azt mondja, tartsatok bőtöt, kiáltsatok az Istenhez. Mert másképp a démoni hordák az édenből pusztát csinálnak. A virágzóból lerohant területet csinálnak. És a legerősebb eszköz, a démonok ellen a bőjt, ez nem egy kis csúzli, ez egy olyan erőszellemi fegyver, ami mindent meg tud változtatni. És vannak helyzetek, amikor nem elég, nem véletlenül több fokozatú imáról beszél Jézus. Azt mondja, aki kér, az kap. Ez az imának a legegyszerűbb formája. Jaj, de szeretjük ezt, mikor megtérünk. Kérünk és kapunk. És milyen jó élvezzük, hogy egyik napra a másikra dolgok megváltoznak. De ahogy megnövünk, erősödünk az Úrban, vannak dolgok, amik nem kapunk meg. És akkor mi van most? Isten nem hallgat meg? Nem. Azt mondja, kapcsolj egy kettes fokozatba. Aki keres, azt talál. Keresd imában, hogy mi az Istennek az akarata arra a területre. És van, amikor megtaláljuk, és akkor tudunk, és a dolgok átmennek. De van, amikor keresel és találsz, még az is kevés, nem találod meg, és azt mondja, kapcsolja a harmadik fokozatba. Aki kér, az kap. Aki keres, talál, az örgetőnek megnyitatik. Ez az imának a legintenzívebb formája. És a negyedik fokozat, amikor böjtölsz. Ez az autóban a negyedik sebesség. Tudod, egy patak mellett álltam, úgy a kis kavicsokat, úgy előttem van egy kép, egy kis kavicsokat csak úgy gurította a patak, és szépen lecsiszolta. De volt egy nagyobb kő. Volt egy nagyobb kő, amit nem tudott a patak elvinni. De egyszer jött egy nagy eső, és megtelt a patak vízzel, és úgy elvitte azt a követ onnan, hogy soha többet nem lehetett látni. Na ugyanígy van az imában is. Van, amit simán le tudsz kezelni, hogy kérsz és kapsz. Valamit a második fokozatba, a harmadik fokozatba. De vannak olyan kövek, akadályok, erősségek, amelyek minden fokozatot kiállnak. Csak az áradás viszi el. És ez a testületi bőjt, ez a legerőteljesebb fokozat a gépjárművedben. A testületi bőjt. A testületi bőtnek a legkisebbik része, mikor fér feleség együtt bőtöl. Ketten egy akaraton. És ennek van egy kiterjesztett része, mikor ennyien együtt bőtölünk. És a tanítványok is így voltak. Azt mondja, hogy egyik alkalommal elhoztak valakit a Máté 17-ben, hogy meggyógyítsam, elhoztam a tanítványait, de ők nem tudták meggyógyítani. Nem, nem, nem hallgatta meg Isten az imájukat? Nem, kevés volt az a folyam a patakba. Sokkal nagyobb kellett ahhoz, hogy azt a problémát elmozdítsa. És azt Jézus azt mondta, ó, hitetlen és elfajult memzedék, meddig leszek még veletek? És Jézus megdorgálta az ördögöt, és kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Figyeled? Megdorgálta az ördögöt, a gyerek meggyógyult. Ez így működik. Mikor ellene megyünk, bőjtben, imában, az ördög munkájában, a látható világban, a dolgok, a gyereknél, a szülőnél, a betegnél, mindenhol elkezdenek helyreállni. Ez így működik. És, és utána mi volt ennek a történetnek a konklúziója? A tanítványok odamentek Jézushoz, megkérdezték, Uram, mi miért nem tudtuk kiűzni? Miért? Mi ugyanazt csináltok mint te, nálad működött, nálunk nem. Jézus azt mondta nekik, a ti kicsiny hűtőségetek miatt tehát ha nem jársz hitben, azon a területen, hogy én imádkoztam, és ez megfordítja a dolgot, akkor nem tud ez átjönni. Vagy hogyha bőjtölsz, és nem hittel teszed, akkor ez nem tud átjönni. Mert itt is nem hittel tették, hanem csak a módszert másolták Jézusról. Pedig Jézus mit mondott, ha azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, menj oda, oda menne, semmi sem volt a volna lehetetlen, és a végén így összegzi, ez a fajta probléma pedig nem megy ki, ez a démonfajzat nem megy ki, csak könyörgés és bőtölés által. Tehát a kérés kevés volt. Aki, aki kér, az kap, aki keres, az kevés volt. A zörget, az kevés volt ehhez a problémához. Mi kellett? Bőtölés és imádság, a negyedik fokozat kellett, hogy ez az erősség, ez a démoni ellenállás megszűnjön. És érzékelem azt, hogy most jó néhány olyan dolog van, amihez a bőjtölés kell. A testületi bőjtölés kell. Hogy, hogy démoni dolgok megszűnjenek az emberek életében. És Jézus mikor bőjtölt, Közeledett Istenhez, de többet beszélgetett az ördöggel abba az időben, mint, mint Istennel, a bibliai feljegyzés szerint. Ez nem egy beszélgetés volt, hanem egy ellenállás volt. Háromszor is a bőjt alatt szembeállt Jézus az ördöggel. Tehát a bőjt az egy kihívás alá, amikor az ember elkezd bőjtölni, az kihívás jelent az Isten országa számára is az atyának is, és kihívás jelent a démonvilágnak is. Mind a kettő elkezd aktiválódni. Az atya azért aktiválódik, na végre már imádkoznak, végre bőtölnek, tudok cselekedni. És kész arra, hogy együtt lendüljön akcióba a bőtölőkkel, imádkozókkal. A démonok pedig nyugtalankodnak. Húha, ezek kezükbe vették azt a fegyvert, ami ellen nekem nincsen eszközöm, és el kell menekülnöm ebből a helyzetből, és a dolgok ki tudnak tisztulni. És Jézus hogyan állt ellene az ördögnek? Úgy olvastok, hogy álljátok ellene az ördögnek, és el fog futni tőletek. Hogyan állt ellene az ördögnek? Nézzük meg szó szerint a Máté 4.2-ben ekkor a kísértő odament hozzá, és ezt mondta: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak ke kenyérré. És Jézus mit mondott? Meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem, hanem mivel? Hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Az ördög munkájának a kiszorításához az Isten igéjét használta. És most, amikor bőtölni fogunk, az egyik legfontosabb dolog, amit ki fogunk hirdetni, és kérném a szolgálókat is, hogy úgy gyertek hétfőre, hogy legyen ige a szátokban. A szívetekben és a szátokban. Mert ki fogjuk hirdetni a szükségek fölött az Istennek a beszédét. Meg van írva. Meg van írva. Az igazság ereje. Figyeltek, a démonvilág csak erőből ért. Semmi másból. Erőből ért. Ahol erőt tapasztal, elmenekül. Ahol nem tapasztalja ezt az erőt, ott tovább végzi a megbetegítő, meglopó, tönkretevő munkáját az embereknek az életében. A démonvilág csak erőből élt. Tehát, hogyha szembe akarsz helyezkedni egy rákos betegséggel, ami démoni eredetű, akkor neked szellemi erőt kell felszabadítanod. A Biblia alapvetően öt dolgot mond, amiből az Isten ereje felszabadul. Az egyik, igazság által leszel erős. Az igének a megragadása, az igének a megvallása a szellemi erőt szabadít fel a bőtölők életében. Igazság által leszel erős. A második, a Szent Szellem ereje, ez a mennyei erő, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel, és ez fölszabadít egy olyan erőt, amiből értenek a démonok. Mert a kenet megtöri az igát. A harmadik, a bőjt által fölszabaduló erő. Mindjárt megnézzük igeileg, hogy hogy van ez. A negyedik a hitnek az ereje. A hitnek az ereje mert a hit által Isten ereje föl tud szabadulni, az ötödik az imádságnak az ereje. Tehát ez az öt dologból szabadul fel az Isten ereje. A Szent Szellem ereje, ima ereje, a bőjt által fölszabaduló ere, az ige által fölszabaduló erő, és a hitnek az ereje. Ezeket, ezek a legerőteljesebb eszközök, hogy a démonok eltávozzanak arról a területről, és ne tudják lerombolni az oázist, és ne tudják pusztává tenni. És hogyha ezért nagyon fontos, hogy gyakoroljuk, hogy amikor böjtölünk, az erőre kell koncentrálnunk. Amikor démoni erőket akarunk eltávolítani helyzetekből, emberek életéből, az erőt kell bemutatnunk. És például ezt mondja a 1 Péter 5-ben, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, mint ördög, mint ordít oroszlán szerte jár, keresve, hogy kitelnyeljen. Tehát úgy mutatja be, mint a zsákmány szerző állatot, aki megy és lesi, hol tud lopni, csalni, zsákmányt szerezni. A démonvilág ilyen. Azt mondja, álljatok ellene erősek lévén a hitben. Tehát a hit erőt szabadít föl, és a démonok csak erőből értenek. Azt nem fogják érteni, uram, könyörülj már rajtam. Ezt nem fogja a démon érteni vagy nyöszöröksz, hogy jaj, Istenem, segíts már meg valahogy. Ezt nem fog érteni. Azt fogja érteni, hogyha hiterő, imaerő, bőterő, az igének az ereje, és a Szent Szellem ereje ott van nálad. Ezt fogja érteni. Abban a pillanatban el fog menekülni. És bárhogy is ordít, bárhogy mutatja az erőt, el fog menekülni arról a területről, és Krisztus pedig meg fog téged erősíteni. Ez egy valóságos dolog. Ahhoz, hogy démoni erőket eltávolítsunk helyzetekből, emberek életéből, tehát erőt kell fölmutatni. Erőt kell fölmutatni. És mi ez az erő? Mi ez az erő? Ezt csak úgy megemlítem, bár nagyon elment az időnk, muszáj gyakorlati is ikon maradni. A csillagok háborúja, ugye nagyon népszerű volt ez a film. Tudjátok, hogy a csillagok háborúja az az a láthatatlan harc, ami a levegőikben zajlik. A Biblia csillagokat nem csak égi testeként mutatja be, hanem angyalokként is. És mikor Betlehembe csillag vezette a, a pásztorokat, az egy angyal volt, ami földről csillagnak tűnt és mikor egy csillag húlt le az égből, stb. sok ilyen jelenet van a Bibliában, azok mind angyali lényeket személyesítenek meg. És amikor a csillagok háborúznak, akkor az Isten serege harcol a láthatatlan világban a démoni seregekkel, és bírák 5 20 van, a mennyből harcoltak a csillagok, pályájukra harcoltak siserával. Tehát ez a csillagok háborúja, amikor bőjtől az ember, ez a harc beindul a láthatatlan világba, és a démoni erők ki lesznek szorítva egy-egy területről. De a, a, a démon világ az nagyon másképp néz ki. A mai materiális gondolkozású ember nehezen fogadja ezt be. Sokkal inkább bízik a pszichológiába, aki inkább csak kérdezni tud, de megoldása nagyon sok nincsen. Ezzel nem írom le a pszichológiát, mert vannak dolgok, amiben megértette az emberi lélek működését és tud némi segítséget adni, de a gyökerlet a problémának nem tudja megoldani. És, és nézd meg, hogy mit ír a démon világról. Jelenések 16-13. Láttam a sárkány szájából. A sárkány az egy démon fejedelem. A szájából, a fenevad szájából, a hamis proféta szájából, figyeld meg, a szájból jön ki a beszéden keresztül. Három békához hasonló tisztátalan szellemet kijönni. Ördögi szellemek azok. Hogy néz ki ez a démon? Mint egy béka. Egy csúnya, mocskos béka a, a, a fenevad szájából jött ki, és, és mérgezett dolgokat hordoz. Azt mondja, ördögi szellemek ezek. Elmennek az egész földkeresség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjára. Elmennek a vezetőkhöz ezek a démonok, és elkezdik sugallani gonosz dolgokat, rávenni őket, hogy háborúzzanak, álljanak szembe Istennel. Mit gondolsz, miért van háború a szomszédban? Emögött démonok vannak, akik mindig szembe akarják fordítani az embereket egymással. Na de nézzük akkor, hogy hogyan le szabadul fel erő a bődbe. É, nagyon érdekesen fogalmaz Pálapostól, és a mi fizikai gondolkozásunkba nehezen befogadható módon. De nézzétek meg, mit mond a 2 Korintus 13.3-ban. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A bőjt az mit hoz létre? A testi erő csökken, és a szellemi erő nő. Amikor nem bőjtölünk, a testi erő megerősödik, a szellemi erő tud csökkenni. De a bőjtbe a testi erő csökken, a szellemi erő nő. És néha ténylegesen csökken a testi erő. Én minden héten focizok, de a bőjt idejára nem tudok focizni. Nem tudok, mert annyira elgyengül már egy-két nap után is, ha elkezdek ott szaladgálni a pályán, elszédülök mindenféle tüneteket produkálok, egyszer-kétszer megpróbáltam, de aztán rájöttem, hogy ez a, nem a bőjt idejére ala való. És mit mond itt ö, Isten igéje? Itt Pálapostól részletesen magyarázza, mert noha a megfeszített mert ti annak a bizonyítékát keresitek, olvasom a 2. Korintus 13, hogy általam valóban Krisztus szól, aki veletek szemben erőtlen, nem erőtlen, hanem erős közöttetek. Noha megfeszített erőtlenségéből, mindazáltal él Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, de vele együtt majd Isten erejéből élünk közöttetek. Mi erőtlenek vagyunk is ő benne, ez a bőtnek az állapota. Amikor a testi erőnk sokkal ke alacsonyabb szinten van, de azt mondja, amikor erőtlenek vagyunk is ő benne, majd az Isten erejéből élünk közöttetek. Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. És utána így folytatja, hogy a test megfeszítéséből hogyan jön elő a szellemi erő. Azt mondja legszívesebben, illetve Pál azt a kijelentést kapja a 2. Korintus 12-ben, elégnéked az én kegyelmem, mert az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. Az én erőm a test erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, mondja Pál, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. A Krisztus ereje. Tehát amikor testéleg erőtlen, a Krisztus ereje megerősödik. Ezért gyönyörködöm erőtlenségekben, bátalmazásokban, nyomorúságokban, mert mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Na be is fejezem a lényeg az, hogy a bőjtbe erőt lenné válik az ember fizikailag. De ez szellemi erőt szabadít föl, és mivel a démonok erőből értenek, ezért, ha kihirdeted ellenük az Istennek a beszédét, az igének az erejét, akkor elmenekülnek ebből a helyzetből. És ezért eh, fontos, hogy szellemi erő tudjon fölszabadulni. É, mert a démonok olyan, mint az erős fegyveres, aki őrzi a palotáját, így mutatja be a Lukás 11-ben Jézus, és azt mondja, vagyon a biztonságban van, de ha egy nála erősebb megtámadja, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyben bízott, szétosztja, amit tőle zsákmányol. Tehát a démon világ milyen erős fegyveres, aki őrzi az ő palotáját, aki meg akarja lopni az embert, és csak azt tudja legyőzni, aki nála erősebb, és ez pedig Jézus Krisztus. És ha mi Jézus nevébe megyünk, böjtölve, akkor szellemi erő tud felszabadulni, és ez a nála erősebb elgyengül, és kirabolható az ő háza. Ó, annyi mindent lehetne erről mondani, nem mondok most már, mert csak nézem, egyre több lesz, de most már muszáj befejeznem. Hadd legyen a Ézsaiás 58-ban, had ez kés lesz vetítve, legyen ez az utolsó igék közül, azt mondja, nem az ő bőjt, amit kedvelek. Mit kedvel Isten? Olyan böjtöt, amikor megnyitod a gonoszság bilincseit. Megnyitod, megoldod az iga köteleit. Szabadon bocsájtod az elnyomottat, minden igát széttörsz. Tehát Isten azt a böjtöt kedveli, amikor a bőjtölésben, imádkozásban elgyengülsz testileg, szellemi erő szabadul föl, azért, hogy a démonok le legyenek győzve, hogy uralmat tudjál venni, és kitakarítsd, elmeneküljön arról az emberről, arról a helyzetről, arról a szituációról. És utána részletesen ír erről a bőtről az Ézsaiás 58, most nem olvasom fel. Ezért ne félj bőtölni és imádkozni, Elerőtlenít, elerőtleníteni a te testedet, ne félj, mert a szellemnek az ereje fog fölszabadulni ebben az időszakban. És ez az utolsó ig, amit olvasok és befejezem, amikor, amikor Pálapostól börtönbe került, illetve Péter mikor börtönbe került, úgy olvassuk a Abcsel 12-ben. Íme az Úr a megjelent, és világosság támadt a cellában. Tudod, mi történt előtte? Meghalt Júdás. Meghalt István. Illetve nem Júdás, hanem Jakab. Megölték Istvánt. És a harmadikra jött most már Péter, hogy akkor őt is börtönbe teszik és megölik. És az Istvánnál, illetve Jakabnál, hát a testvérek csak, hát sajnáljuk, tényleg olyan áldott jó testvér volt, de nem csináltak semmit. Az Istvánnál már megdöbbentek, hogy most már István is meghalt. Valamit kéne csinálni, de nem csináltak semmit. De mikor Péter a börtönbe került, azt mondták, most már, most már muszáj odállnunk. Most már ima éjszaka, most már bőjt, most már össze kell fognunk, mert ez nem mehet így tovább. Na hát az úr ezt várta. Sokszor nekünk is olyan nyomás alá kell kerülni, hogy bőjtbe menjünk, hogy komoly imába oda tegyük magunkat, hogy egy olyan erős impulzus kell kapjunk. És nézzétek meg, abban a pillanatban, amikor elkezdtek bőtölni imádkozni, az úrangyala bemozdult. Isten kiküldte az ő seregeit, hogy megharcolják. Abban a pillanatban a sötét cellában világosság támadt. Abban a pillanatban meglökte Péter oldalát, fölébresztette, és azt mondja, gyorsan kej fel. És leestek láncok a kezéről. Amikor imádkoztak, bőtöltek, ez történt. Mi történt? Angyalok elindultak, világosság lett ott, ahol sötétség volt, leestek a láncok a kezéről. Ez a bőjtnek a gyümölcse. Azt mondta neki az angyal, övesz fel magadat, kös fel sarudat, úgy cselekedett, majd ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, kövess engem ő pedig kiment már, mint Péter, ne azt se tudta, hogy valóság az, ami az angyal történik, hanem azt gondolta, hogy látomást lát. Olyan radikális mennyei beavatkozás volt, hogy azt se tudta, hogy ez most álom vagy valóság. És mivel bőtöltek, imádkoztak, átmentek az első őrségen, tudod, mit jelent ez a mondat? Az első őrség az egy nagyon erős, éber katonákból álló őrség volt. Úgy átmentek, mint kés a vajon. Ez normál esetben nem lehet. Csak meg voltak bénítva az ima által. Eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Az magától megnyílt előttük, tudod, mint a fotocellás. Az pedig nem ilyen volt. Nem egy ilyen ajtó volt, de mivel imádkoztak, ezek az ördögi ellenállások lejöttek. És Megnyílt előttük, kimentek, végig hallottak egy utcán. Ekkor az angyal hirtelen eltávozott. Péter akkor tért magához. Most tudom, hogy az Úr elküldte angyalát. Megszabadított Heródes kezéből mindattól, amire a zsidó nép annyira várt. Ez történik, mikor imádkozik. A sátán kikért, de én imádkoztam. Mi következik most? Jövő héten. Most még élvezd a vasárnapi ebédet. Élvezd a vacsorát, de jövő héten imádkoztam. És a szolgálókat kérem, holnap bőjtölve jöjjenek. Jövő héten azt mondja, én imádkoztam, és ez megfordította a dolgokat. És most ezt fogjuk tenni. Imádkozunk és bőjtölünk. És uralmat veszünk azok fölött, a démonok fölött, akik meglopják a családodat. Akik el akarják vinni a feleségedet. Akik el akarják lopni a gyerekeidet. Akik meg akarják ölni. Az embert idő előtt, mint amennyi adatot neki. Mindenféle rákkal, gonosz betegséggel. Tehát itt az idő, drága gyülekezet, hogy legyen egy békés jó nyarunk, most a harcvonalra kell állni. Most a frontvonalra kell állni. Gyertek dicsőítők, még egy dal erejéig fogunk imádkozni. Most itt az idő, és hívlak benneteket erre, hogy gyakoroljuk az Isten igényét gyakoroljuk az Isten igéjét, és erőt fogunk fölszabadítani. Az ima erejét, a hit erejét, az igének az erejét, a bőjterejét és mi volt az ötödik? A Szent Szellem erejét. És ebből az erőből minden démon érteni fog. És tudja, hogy ott nincs helye, hanem menekülni fog. Úgyhogy gyülekezet, gyertek, álljunk föl. És most pedig, hol vannak az ima papírok? Nem látom itt, kérném az ima papírokat. Hol találhatóak? Luca, hol vannak az ima kérésekre a papírok? Itt, itt kell, hogy legyen. Most azt fogjuk tenni, hogy figyeljetek, most egy hétig fókuszálni fogunk erre. Kirűtettük az ima dobozt, igen, itt találjátok ezeket a papírokat, hogy most az ének alatt ahol démoni terheket látsz, embereknél, írd oda a nevét, ez egy belső dolog, senki nem fogja olvasni. És jövő héten indítjuk a bőjtöt, jó? Úgyhogy gyertek bátran is dobjátok be ide az imadobozba, és ezek fölött fogunk imádkozni. És elköszönünk azoktól, akik online voltatok velünk, Isten áldjon meg benneteket, ha tehetitek, kapcsolódjatok benne be ebbe a folyamatba. Az Omega Hálózat Egyesület 2005-ben létrejött pünkösdi karizmatikus hátterű egyház. Célunk a biblia tanításának és az örömhír üzenetének minél szélesebb körű hirdetése, továbbadása a mai, posztmodern kor embere számára. Gyülekezeteink és misszióink arra törekednek, hogy minden korosztályt elérjenek. Szellemi, lelki és gyakorlati segítséget adjanak a hozzánk fordulók, rászorulók számára.